Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. MD Media Night Rider Podcastját. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Hello Party, a Parallax és Retroverzom Night Rider podcastjének negyedik része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. A következő néhány hét során a szokolébresztővel felváltva, de immár szerdánként érkezünk új résszel, egészen a Parallax és podcast augusztus végi évadnyitójáig. Ne felejtjétek tehát, hogy mostantól hétfőn, szerdán és pénteken várunk új podcastekkel, ha pedig premier előtt hallgatnál minket, nem kell más tenned, mint hogy támogatsz minket a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül. De térjünk is rá a műsorunk mai témájára, ami a sorozat Szédül Szemi Autógyilkos Parádéja című negyedik része. Michael ezúttal kisegíti szemét, aki kaszkadőr bemutatókat tart, egy balesetnek álcázott merénylet során aztán Szemi megsérül, és Michaelnak kell beugrania a helyette, el a sóba. Szemi így a jegyvevételekből fent tudja tartani a műsor Sorát, anélkül, hogy csődbe menne a vállalkozása, és a mahinátorok sikerrel járnának. Köszöntöm állandó beszélgető társaimat, elsőként Danko Dániel Tibor. Szia, Dani! Sziasztok! És Gizur Gergő, szia, Gergő! Szia, szia mindenkinek! És ha már ilyen szépen felkonferáltad ezt az iszonyatosan hosszú című részt, ugye Szédült Szemi Autógyilkos Parádja, ezt egyébként még maga Michael Knight is osztotta a Devonnak, hogy ezt még egyszer nem fogom elismételni, mert annyira hosszú első vagy ötödik részéről beszélünk, ugye ez a Slammin' Semi Stunt Show Spectacular, ugye angolul, tehát egy egybe gyakorlatilag lefordították, csoda szép címe van, úgyhogy angolok is biztos amerikaiak, bocsánat, ők is örültek neki. 1982. október 22-én volt az USA-ban, Magyarországon 92. április 4-én, és megint jóval korábban, mint az előző részt, úgyhogy most hát tényleg mondhatjuk már, egyszer már talán mondtuk, hogy a magyar televízió itt is játszotta részek felcserélés, vagy a Kalambónál is csinálta és akkor menjünk rá a szereplőkre, szinkóhangokra, színészekre, stb. 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 hogy szoktuk. Úgyhogy hogy Ádám már mondta, hogy ez a bizonyos szédült szemi, az a Szemi Philips, ugye a mi főszereplőnk, akinek ez az autó show is története van. Őt Gera Zoltán szinkronizálta, és az őt meg, a, meg alkotó, szóval az őt játszó színészt Eddie Firestone-nak hívják aki inkább sorozatszínészként mondanánk, és ő a Knight Rider után még egyetlen egy filmben és a Dallasban négy rész szerepet vállalt, és utána visszavonult, és 2007-ben hunyt el. Tehát ugye a 90-es években befeje, 1990-ben befejezte a színészi pályafutását, de még jó néhány évet élt szerencse, 2007-ben hunyt el. Az ő fia, mert a sorozatban, Mark Phillips, Cseke Péter a hangja, őt Eden Postil alakítja, hát akinek a Knight Rider volt az első szerepe, és nagyjából majdnem az utolsó is, tehát volt még kb. 5-6 kredit egész pályafutása során, azt jó napot kívánok. Talán nem véletlen. Apu, enged meg, légy apu! Lehetséges, hogy önmagát játszott egyébként szegény Eden Postil. -t. Apu, vedd meg nekem a város! Szeminek van egy lánya is, Liza Phillips, őt Balog Erika szinkronizálja, az ő alakító színész pedig Susan Case, aki összesen öt kreditet szerzett az amd n tehát ő sem volt egy nagyon foglalkoztatott színész. Ez egyre érdekesebb, mert ugye a Kalambóval szoktuk beszélgetni, hogy sokszor olyan színészeket szednek össze, hogy iszonyatos hosszú filmográfiájuk van. Hát itt most pont az ellentétje van. Mário Lutenzo, aki a szerelő és hát majd az áruló a rossz arc, ez egyik rossz arc, őt Laklót Aladár szinkronizálja, és az őt alakító színész Phil Kocsiolettinek hívják, aki alkalmi szerepekben láthatunk szintén, viszont két maffiózók részben azért szerepet kap, illetve a Hóbotos hétvégek hétvége kettőben szintén egy nagyon kis szerepe van. Tehát ő sem az a hatalmasan nagyon foglalkoztatott. Lesz még rosszabb is, teszem hozzá, mert Lawrence Blake, a fő gonoszunk Dobránszki Zoltán és az őt alakító színész Lim McCarthy aki gyakorlatilag számunkra semmilyen ismert dologban nem volt, 84 évesen hunyt el. Tehát így ennyit tudok róla mondani. Van neki ugye a kis végrehajtó embere Bill Gordon, Mihály Győző szinkronizálja, és az őt alakító színész Mark Alaimo, aki talán neked érdekes lehet Ádám, Star mert Trek. a Star Trek Deep Space-ben, Nindban. Guldukat. Tessék? Guldukat. És a csupa, és a csupa pisztolyban is szerepel egyébként. A 33,1 harmad, vagy nem tudom melyikben a Next Generation-ben is van négy kreditje, hogyha jól emlékszem. Hát anna, ugye szinten. a Star Trekben mindenki ezer szerepet játszik, de Guldukátként ismert nagyon. És akkor a végén még említsük meg ugye a, a hát a a showment, aki ugye gyakorlatilag kommentálja ezt az egész roncsderbit ott ül, és nyomkodja a rádiós magnót, is, ö, ugye a közönséget szórakoztatja. Őt Gruber Hugo szinkronizálja, és az őt alakító színész Jimmy Weldon, akiről annyit érdemes tudni, hogy 1923. szeptember 23-án született, rengeteg 23 van benne, és 2023. július 6-án hunyt el. Majdnem száz évesen. Tehát nem sok hia volt a százhoz. Róla se sokat tudunk, ő rajzfilmeben szinkronizáltott, viszont elég sokat, és Maci Laciban például ő volt a hápi, annak a kis kacsának a hangja. És hát ennyit a színészekről, tehát itt abszolút nincs az a, a az, a, az a hihetetlen átfedés, meg a, a, az őrület, mint a Kalambóban. Itt tényleg így gyakorlatilag a Jimmy Weldon, vagy akár az a Mark Alaimo, az a kettő színész, akire hogy azt mondjuk, hogy hát úgy, mi ismerjük, de itt most tényleg nem is az van, mint a Kalambón, hogy nekünk nem ismerős, hanem tényleg amikor öt kredit van, hát most az, amit csináljunk. Hát a színészek mellett egyébként a részből kifolyólag érdemes megemlíteni két karaktert, akik egyébként Megjelennek a filmben viszont nem szereplők, a két kaszkadőr, Jack jill és Buzz Bandit, mert mind a kettőnek, miután egy kaszkadőrsűrról fog szólni az egész epizódunk, folyamatosan meg a kamera előtt vannak, olyannyira, hogy már ott Eden Postilt gyakorlatilag teliben benne hagyják az egyik ö, motoros trükkjénél a Jack Jill karakterét. Tehát ott igazából nem is a szereplőt színészt látjuk, hanem végig a kaszkadőrt. Úgyhogy az arca is kivehető, nem csak el. Hát a bukós is úgy voltak, hogy megoldották, hogy úgy se látod. Én azt vettem észre, amikor felült a motorra, már nem ő, hogy, hogy itt a bukós is megoldották a kérdést. Ugyanazt az overát felvette, azt hello. Igen. Meg hát 82 -ben. Igen, tehát nem HD-re készülünk. Itt is megint láttam ugye a kedvenc mert amikor a Michael Knight, és annyira aranyos volt az a mikrofonparók, amit fölvet magára, hogy ilyen teljesen más arca van, mint a Michaelnek, de ugye arra odafigyeltek, hogy ez a bunyú rőzse ez meg legyen Említetted itt, a, meg beszéltünk itt a címéről, ugye ugyanez a szédülszemély gyilkos, szédül gyilkos autó, para, gyilkos autógyilkos, nem tudom megjegyezni, de ez, igyekeztek azért a, a, ezzel a szédült szemi, nem tudom, szóval szépen hangozom magyarul, mert amúgy angolul egy ilyen nyelvtörő, és pont ez jutott eszembe, Igen, hogy... de magyarul is az. Hát, igen. hát, ja, szédült hát... személy így, igen, az angol az durvább, ez a slamin semmi stunt so spectacular, tehát ez, ez igen. pont, pont az jutott teszem, hogy nekem, amikor ott a Devonnak mondja, és te is említetted, hogy csak egyszer, egyszer hajlandó Michael elmondani Devonnak, akkor pont az jutott teszem, hogy hát ez a, ez, a, ez a nyelvtörő, ez nem is való egy ilyen kifonomult brit úr szájába vagy fülébe, mint amilyen Devon, tehát, hogy nem. Hát meg az se, ami ott történik a pályán. Ez egy ilyen kicsit klasszikus, ilyen ö, olcsó hatást kelt nekem mindig, amikor vannak filmek, vagy sorozatok, amikben ilyen, hát értem, hogy ez nem roncsderbi volt, hanem ilyen kaszkadőrső, ami azért gyerekmenő lehet, meg, meg nézni a képernyőn, főleg akkor abban az időben egy ilyen olyan műsorban, ami az autós amiben egy autó a főszereplő, biztos, biztos so, ö, sokkal jobb lehetett, de nekem ebből mindig az ilyen Buzz Spencer Terence Hill filmekben lévő roncsderbis jeleneteket idézi, amik nekem például azokban pont nem a kedvenceim. Tehát, hogy egy kicsit ilyen nem, nem nagyon szeretem ezt a világot, ezt a milliót, amiben játszódott ez a rész, és erről szeretnélek titeket kérdezni, hogy nektek ez, menetek vált ez ki valamit, vagy akár pozitív, akár Ön, negatív irányban? Magam úgy ugyan... Jó a kaszkadőr mutatványok, azok olyanok voltak, amilyenek, de ettől függetlenül meg adott egy ilyen 80-as évekbeli amerikai életérzést. Tehát, hogy, hogy megjelenik Michael, odaállít a kellő macsóságával, beleáll egyből a történetbe, a kaszkadőr szerepbe, és akkor van is egy olyan kitétel, nem tudom, megnéztem magyarul, meg angolul is, hogy a magyar, angol, magyarban hogy marad benne, hogy a karakter kijelenti. A Sammy Phillips jelenti ki, hogy egész életében a benzingőzt és az aszfaltról följövő e, kerékabroncs maradványokat szívta be. Tehát ez egy annyira ilyen ehte amerikai életérzés volt számomra, hogy ezért... Ez, a, ez magyarul is így volt benne, ez hm. benne volt. Nem, nem, nem tudtam fölrúni a résznek. Mondjuk az is csodálatos már, hogy föl kell nyitni a motorháztetőt, hogy kannából tankoljanak. És rá van, és rávan írva nagybetűkkel, hogy gazolin, hogy ide azt Igen. El, ne valami mást. Igen, ablakmosó folyadékot. Én lehet, Igen. hogy például azt, azt öntöttem volna bele. Abban a nagy fénytakban még te sem. Ami még nem tetszett a rész kapcsán, de majd úgyis itt belemegyünk a részletekbe, hogy arra alapult a rész, hogy a Michael mennyire zseniális uh, sofőr, de hát valójában nem ő a zseniális, hanem két. Pont, 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 ez a, pont, ez, nekem ez a rész ilyen szempontból túl könnyű volt. Tehát túl könnyű úgy volt, mert Michael baromi könnyen oda került a tűz közelébe, nem kellett semmit csinálni gyakorlatilag, csak kapásból ott volt, és gyakorlatilag amit mondasz, hogy, hogy itt nem is ő volt most a főszereplő, vagy nem ők ketten, ahogy inkább szokott lenni, hanem itt tényleg mindenkit itt múlott, mert hát Michaelnak esélye nem lett volna itt nélkül azokat a trükköket. És ki is van használva? bocs, tehát egy kit ki van használva, ebbe a részbe ez teljesen ö, előjön, hiszen Michael, ha bár egyébként nem rossz nyomozó, de azért azokban az akció jelenetekben, amikben részt kell venniük, abban nem sokra mennek kit nélkül, és ö, ebben a részben valahogy kit részéről is hangsúlyosnak éreztem azt, hogy nem kettőnket szoktak megbízni, és hasonló megjegyzések, tehát hogy egy kicsit, kicsit valamiért én úgy éreztem, hogy az írók, az, vagy a producerek most azt akarták, hogy egy kicsit ez, a, ez az egyenlőtlenség, ami szerintem lehet feltűnő, nem tudom, én ezt nem tudom megítélni, mert eddig ez nem tűnt föl, amíg föl nem hívták rá a figyelmemet, de ezáltal eléggé kiegyenlít nem, nem eltolódott a balansz, nagyon láthatóan eltolódott a balansz a felé, hogy itt igazából hát a kit nélkül nem sokra mennél, Michael, mert hogy fegyver is azért nem kell neked, mert hát itt van kit. Nyilván fura egy kicsit a részt ez, hogy amikor elkezdődik az első bemutatkozása Michael a Michael-nek a pályán, ott a kit mondja, hogy akkor ő miket tud, hány fokos fordulatokat, mármint kört leírni, különböző verzió, hogy ő mennyire tökéletes, és a Michael pont itt hozza vissza a földre az egészet, hogy nem kell tökéletesnek lenni, mert az ide már túl jó. És úgy egyszerűen visszahozza a hétköznapokba, meg a jelenetek alapján, mint hogyha itt azért a Michael vezetne többször, nem pedig hát az két. elején igen. igen. Tehát az, elén az elején könnyű dolgok vannak, csak farogatni kell. Hát, és jó. Szóval most érted? Tehát most nyilvánvalóan nem arról veszek, hogy most bárki meg tudja csinálni, de Szóval én, azt, én most a ádám, Ádámnak adok valamilyen szinten igazat, hogy én, én, nekem tényleg ez egy kicsit felborult ez a rész ilyen szempontból. Sőt, még egy dolgot mondok ott az elején, érted? Szóval Michael Knight jogésért, jogért, és igazságért alapítvány, meg minden, és oké, rendben az elején van egy rendőrös jelenet, aki nem látta, automata üzemmódban van a kit, ő vezet, a Michael közben egy könyvet olvas, és Bocsánat, elkezdé... tudjátok milyen könyvet? Hát... Knight 2000, a, a, le, a leírását, a kis manuáljét. Szerintem a manuálját, igen, szerintem kit Manu mert Night 2000 című könyvet olvas, csak. Nagyon, nagyon tök, tök jó, amúgy is nagyon sok hangsúly volt a, a szkíjeire, a akitnek ugye újat is kapott Bonitól, de de szóval, hogy ennyi a jelenet, és utána jön a rendőr, és akkor van egy pár beszéd a Michael és a Kit között, és a Kit el is mondja, hogy hát nézd meg, 55-tel megyek, 55 mérföld per órával, nyilván annyi ott a megengedett mondjuk, és vagy 60, és így nyilván csak egy büntető cédulát akar kiosztani erre a Michael, úgy van vele, hogy hát nincs kedve ez az egész internetzóhoz, ezért rányom a turbo busz gombra, ami sose tudom, hogy most akkor néha ugratás. Igen, ez zavaros. Néha meg csak gyorsan megy tőled, de, hogy Te rányom mi? a gombra, és akkor így kilő a kocsi, és ott hagyják helyben a, a, a zsarult, aki nem tudja megbüntetni. 200 De valójában azért eddig nem azt Én tudom, hogy, hogy még az amerikai verzióban is van, és volt csere a, a, részek között, erről beszéltünk korábban, de hogy valahogy eddig, eddig azért a Michael egy ilyen kőszikla volt a jog és a, az igazság mellett, és még akkor is, ha ez nem egy valós büntetés lett volna, nem az a, nem az a mód, hogy elmenekülsz, vagy... De tehát a te erkölcsödet sérti az, hogy ő meglógott a rendőr Nem az enyém, rögtön, hanem tatszára... amit Michaelről gondolok. Aha. De hát Michael, ő hogy ő nem szeretne magyarázkodni kit vezetési stílusa miatt. Ugye? Ezt egyáltalán ott olyankor eszembe jutott, hogy egyáltalán legális az autómód 1982-ben. Nem, de az autó <laughs> nem is létezik hivatalosan. <laughs> Amúgy, amit említettél, hogy a turbó boostot hogyan használják, az egy jó meglátás, mert eddig a turbó boostot csak és kizárólag úgy láttuk, hogy ugratásnál nyomta be gyorsításhoz. És a részek szempontjából ez az első olyan epizód, amiben úgy nyomja meg, hogy szimplán csak eliszkoljon, vagy gyorsan menjen. És az esetek 95%-ában a turbó ugyanúgy ugratás lesz. Vagy lehet, hogy több, de mindig. És értem most már felnőttként, hogy a turbóbusz mit jelent magyarul, de gyerekként én mindig azt hittem, hogy az csak az ugratás gomb. Tehát, hogy... Mert, hogy mindig akkor nyomogatja, amit amit most mondott Gergő, hogy hogy a, a esetek 90%-ában az az ugratás. És én gyerekkoromban mindig azt hittem, hogy az az ugratás mód. Hiszen van rajta egy ilyen, ugye az SPM fokozat is egy továbbfejlesztett, ami majd aztán a negyedik évadban 4. jön, de előtte is van ez a, ez a gyors mód, ami, ami meg egy ilyen külön gomb, meg ott még ott a plafonon is nyomogat hozzá mindig valamit, mert nyomogatni jó. Szóval olyan, a kit olyan belülről, mint az a pukkangatos fólia, hogy így beülsz és nyomogatnod kell. Csak nem pukkat, hanem csipog. Na jó, szerintem menjünk egy kicsit bele akkor a sztoriba, mit szóltok hozzá. Jó. Gergő, ha megkérdelek, akkor prezentálod így, így röviden a, a Hát ugye a, lényeget elmondtad, és itt tényleg csak, csak, hogy a részletekbe veszünk el egy-két mondat erejéig, hogy ez a Lawrence Blake, ami rossz emberünknek, az a szokás, hogy megvásárolja a jelzálogot kisebb vállalkozásokra, majd ezen vállalkozásokat hogy úgymond egy váratlan szerencsétlenség ér, és akkor azok tönkre mennek, ő pedig filerekkel felvásárolja a céget, és hát most éppen ugye ennek a szeminek ez a csodálatos Kaszkadőrös, csodálatos cége van terítéken. Nem ezzel kapcsolatban hangzik el az, hogy 5 millió dollár tiszta profit. Mert ha ennek az üzletnek a kapcsán hangzik el, én nem látom ebben hol az 5 millió dollár. Hát tiszta se. profit. 82-ben 5 millió dollár ráadásul. Tehát, hogy ebben nincs ennyi, mert maximum a terület, tehát én azt hittem először, hogy ezek ilyen ingatlan. Dolgok. Neki a terület kell. Hát, tehát Igen, terület de hát, az az hogy hol az. 5 millió dollár, tehát hogy, hogy hogy tudja azt úgy értékesíteni, vagy hogy tud úgy nyerészkedni ezen, hogy ott 5 millió dollárt nyerjen vele. Tehát Valószínűleg egy... úgy, hogy a, te, a, a telket után eladja valakinek rohadt drága, lehet, hogy van beruházásnak a... 5 millió, 5 millió dollár. Már Fia, hasuk, szert... hasukra csaptak. Fia, gondolom azt akarták sugalni, hogy ez egy nagyon nagy biznisz. És hogy itt még, Mert ugye, ha belegondolsz, itt most nyilván nem akarunk ennyire előre menni, de hogy itt azért emberölési kísérlet is benne van a pakliban bőven. Tehát, hogy nyilván, jutni, hogy nyilván indokoltnak, mielőtt le a Dani szóhoz hagyjuk jutni, egy nyilván indokoltnak kell lennie ennek, Igen. amit mondasz. Értem, csak valójában az 5 millió az meg olyan irre, irreális számomra. Jó, de most lehet, hogy 80-as évek Amerikában azt mondja, hogy figyelj, 100 ezeret keresek rajta, azt mondja, hogy hülye vagy, ennyiért gyilkolsz, meg ilyen sokszor szart bevállalsz gondolom én, tip. E, vagy nem ez olyan, mint a 4 millió dollár értékű heroin, vagy kokain, ja, de le, vagy le, drog, ugyanaz vagy... Nagyot, nagyot kell mondani, de lehet, hogy a Dani tudja, mert ő volt a könyvelője. Pontosan, én igazából arra tudok itt gondolni, hogy egy új plázát szeretnének oda építeni, amiben kis kit modelleket lehet olcsó pénzért megvásárolni. Tehát, hogy... Szóval hogy ők már akkor, az a Blake már akkor felfedezte a Mörcsinek ezt a varázsát, amit majd oda lehet akkor már pattintani. Na mindegy, szóval, hogy csak, hogy menjünk a sztoriban, ugye itt gyakorlatilag erről szól, és hát ugye történik is ez a bizonyos kis baleset, de azért előtte meg beszéljünk kitről egy picit, hogy kettő új kapi ma, a funkciót kap, majd fontos lesz ebben a részben, mert hogy boni Drága a turbó feltöltő 25%-kal megnövelte, azt a bizonyos turbó boostot, amit most nem annyira értünk, illetve egy utastér, utastér oxigén ellátó rendszert is kapott kit, ami nagyon jól néz ki, és uh, itt nem tudok elmenni amellett a tény mellett, hogy Michael nagyon rám Anna bónira. Tehát itt eszméletet, tehát hogy nekem pont ez volt a, tehát hogy mindig volt, emlékszem, hogy amikor az Épria van, mit a mindig van egy ilyen kis uh, adok adokkapok, de itt most ez, 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 ez a mai PC világban, hát ez nem működ, ez már majdnem munkai zaklatás, tehát ez már MeToo kampány ezerre. Amúgy én fordítva gondolom, mármint értem, hogy a poénkedvéért mondtad ezt jó részt, a mai világra vonatkozólag, de szerintem amúgy nagyon elegánsan, szerényen, visszahúzódóan, udvariasan. Amíg azt látjuk, hogy, hogy azok a nők, akikkel találkozik a Michael, mindig magabiztos, mindig ilyen hát nagy mellénnyel megy oda, hiszen ő Michael Knight van az a járása, és meg eleve két méter. Szóval, hogy, meg a járása? Igen, szóval, hogy oda megy, és akkor, és akkor tehát, érted, Michael Knight lehet utánozni egy ilyen mozdulatból, egy ilyen járásból, és rögtön tudod, hogy ő az, hogy így szokott ő csajozni, minden részben csajozik, ebben is, hát a, nem is csajozott. Hát nem sokat a kellett élőre, csinálni de, azért, hogy ilyen, na. De alapvetően azért itt nekem tetszett az, hogy Bonival szemben meg egy ilyen kis visszahúzódó, kis... kis mert á... Boni az valószínűleg lehet egyébként, hogy ő, ő, ő az elérhetetlen nő. Minkébb olyan volt, hogy gyakorlatilag Michael oda ment, és így, 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 így nem, ért, nem mert szóhoz jutni, és nem mert kezdeményezni. Tehát, hogy vagy már úgy túlzottan is komolynak gondolná, de nem meri meglépni, vagy pedig egyszerűen csak egy gyerekké változott, tehát hirtelen, aki úgy a jó csajhoz nem mer oda menni, mert hogy fél tőle. Te... Hát meg a kollégája. Hát ne felejtsétek el, hogy ő a mérnöke, ő a... Igen. Tehát, hát, hogy tehát ő, tehát ő a, nem a, nem a nem, Meg nem az az egyszerű kis, úgymond a kis nőcske, akikkel ugye már nem okos kezdeni, hanem ő egy, ő egy, hát ő egy... Most egy jött ma... egy okos nő, igen. És nem, egy nem edukált tud... nő. Hát, és hisz... nem tud vele Michael mit kezdeni. Az is lehet, hogy szimplán akkor már a karakterét. Hát előjött már először egy programhiba, hiszen minden részben megpróbált csajozni, tehát igazából Itt is ez is lesz, én azért nem Most, hogy az alfa <hállap> Michael is mondhatott előtte, úgy látszik. No de menjünk a sztoriban szegényekhez, szóval, hogy ez a bizonyos baleset, amit Ádám mondott, hogy szegény személy, ugye, aki a fő attrakciót ö, szokta általában. Az vinni. Ezer éves bácsi. Az, az éves, éves, bácsi. Egy nagy papakorú úri beszélünk Akinek majd. Akinek a fia, nem tudom, mennyi lehetett az ott? Üzen... 21 néhány. Ja, 21 néhány? Hát a szemre 21 néhány. néhány. Egy, 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 új motoros mutatvány szeretne bemutatni, de Szemi nem engedi. De, de ránézésre mondjátok, hogy a szelepe szerint, mert a ránézésre ezt mondjuk elhiszem, de a szelepe szerint, tehát úgy viselkedett, mint egy 14 éves. Az egy dolog, hát mert, mert, jó, mert ősz, hogy, úgy képzeld el, hogy ő ebben nőtt fel, és az apja nyomdököbe akar lépni, és meg akar neki felállni. Tehát ő ezért is volt ilyen esetlen töketlen neki, az apjától kellett volna mindig az a... Itt meg volt egy ilyen nagyon magas tisztelet. Tehát, hogyha a fater azt mondta, hogy nem, akkor nem. Meg hát biztos késői gyerek is, mert a nagyapja az apja, szóval. Hát igen, itt azért a korban voltak problémák. Lehet, hogy ezek a színészek értek csak rá. Generation gap. Szóval ugye megkéri szemét, hogy a motoros mutatvány helyett, mert hogy ez még nagyon veszélyes, hiába, őgyesül, nagyon inkább töltse fel autóval, nem, a benzint, benzinnel az autóját, és akkor utána ugye jön a te-te-te-te-te, ha szomszédok lenne, de most nem az. Oda vagy a gonosz ember, és ugye leszipkázza a benzint, a autóból. És hát ugye jön az a bizonyos nagy szám, az a bekötött szemmel akart trükközni, egy lángoló karikán átugratni turbóbusz nélkül, tehát ő azért tud valamit. De hát nem sikerül ugye bár, és hát erőteljesen hát, Azért, amikor ott azt a kendőt föltették a fejére, és elkezdett kanyarogni az autó, én úgy elképzeltem kívülről, hogy úgy, gyakorlatilag jobbra, balra megy, nem találja az egyenest. Tehát, hogy úgy, úgy, értem, hogy számolt azt, hogy mikor lesz az úrató meg ilyenek, de hogy talált vissza a kanyarból a Tűz egy igen, a, a kanyart én se értem, mert az, 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 Hát figyelj, lehet, hogy már. lehet, hogy azt is számolta, csak azt nekünk nem mutatták. Igen, a, Leg, a Lehet, hogy ott, ott, ott gyököt vont, és igen. akkor úgy. Kiszámoltam, most 180 jó nagyon ki. Kí... Oké, okay, megvan. De igen, szóval ez egy kicsit ilyen szempontból érdekes volt. minden esetre megsérül szegény szemi. És akkor ugye ilyenkor jelentkezik. Na, ez a... Na és nekem itt jön ez a rész, ami nekem nagyon fura alapból, hogy megjelenik Michael, gyakorlatilag a semmiből jelentkezik sofőrnek, és ugye uh, Szeminek a lánya, aki ugye Liza gyakorlatilag majdnem a kapásból random fölvesz egy embert az utcáról. Tehát, hogy jó, mutas valamit, ugye ez. És akkor farolgat kettőt, hármat, azt jó napot kívánok. De, nem, de hogy... egyébként vicces volt, mert a, a személy, az én szkeptikus volt a Michael szemben, meg egyébként tetszett nekem, mint a Michael csinált később, ugye utána. Igen, de itt még nem is láttam. Igen, igen, de hogy ilyen, hát ugye ez a, na jó, jó voltál, fiam, jó voltál. Tehát ugye az a visszafogott, igen. hogy a kis csegy, meg, ja! nagyon jó, fantasztikus vagy <laughs> nagyon jó. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen kiscsajként, egy ilyen csillédőrként. adta csak, csak, hogy a kedves hallgatók értsék, tehát az első, amit még csak ugye a lánya látott, az gyakorlatilag abból állt, hogy kétszer megfordult a, a pályán. Egyszer csinált egy 180 fokos fordulatot, meg egyszer farolt egy nagyot, az volt az első. Ez alapján ugye fel lett véve, és utána, amikor kijött a szemi, akkor már azért ott azért meg lett túráztatva, mert hogy Szemi azt mondta, hogy hát akkor sielést csináljon. Ugye Michael nem tudja, mi ez a sielés, bár ott van a ski mód egyébként az autóban, tehát nem igazán értem, hogy akkor mi alapján nyomja meg. Na, mindegy. Úgy, úgy már volt egy-két alkalommal ez bemutatva az elmúlt részekbe. De én azt hittem, hogy az úgy kell csinálni, hogy két autónál egyszerre. Hát úgy siel. Hát... Nem hát úgy, úgy, hogy is. a fél. Hát az nem sielés, hanem snowboard, amikor. Hát egy, egy nyomvonalom misz azért. Van. De azért, mert egy nyomvonalom Na Két-két izé érted? Tehát úgy sielsz, hogy két, két nyomvonalat húzol. Fölemeli Fő, az egyik lábát, hát ez... Ez... és közben tud pisilni a kutyát. Szóval, nem, 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 értem, hogy miért így hívják, de mindegy, ez csak az én. Mindegy, szóval utána rögtön bedobja a mély vízbe, hogy ezt a, ugye csinálja meg ezt a síelést. hát ugye itt jön az, amikor már a kihúzza michael abból a bizonyosból, mert hát ezt nélkül nyilván nem tudna megcsinálni. Azért a síelésnél ugye még tesz egy kitételt a személy, mi szerint mind a két oldallal meg kell csinálni, tehát a jobb és ballal. Hát, a... ha már Michael nem tudta, melyik oldalon kell. Hát, igen. <laughs> Irányba tette, fogalmazzunk úgy. Igen. De így önmagában a mondnak, az a lényege, hogy a, ha jól tudom, hogy amelyen kezű egy kicsit a sofőr, azzal az oldal tud jobban érvényesülni, és ezt meg megcsinálni. Vagyis az, hogy kettő oldalon tudja megcsinálni egy ember, az nagyon ritka. És uh, itt jön be az, hogy Buzz Bandi, aki a kaszkadőr uh, ezekben a részekben, és a stand driver, ő az egy, uh, azon kevesek egyik, aki ténylegesen tud mind a két oldalon uh, így vezetni. Tehát ez számára volt úgymond ténylegesen megint egy ilyen esemény, hogy akkor itt tudtak uh, csillogni a kaszkadőrök. Tehát nem is, a tényleg nem a színészek voltak itt ebben a részben a nagy vagányok, hanem tényleg a kaszkadőr. Mert hogy ő, itt, ő, ő, ez tényleg ez ilyen ritkaság, ahogy mondod, és ő ezt meg tudta csinálni, mert meg tudta, láttuk, hogy meg tudta csinálni. És itt ugorjunk még erre egy picit rá, két dologra, hogy kitnek a belső terem, nem tudom észrevettétek, hogy meg volt sérülve amúgy. Ott volt -e a biztonsági egy hatalmas luk, Viszont egy, egy, beszélgetés, egy rövid beszélgetés, még Michael is kit között, hogy amikor ők felkészülnek erre a bizonyos bemutatóra, akkor ugye kit, itt azért van egy kis egója, hogy ugye a Dani is mondta, hogy a Michael próbálja néha visszahúzni a földre, és ugye én ezek miatt, a beszélgetések miatt is nagyon szeretem magát a sorozatot. Tehát amikor így mennek ez oda-vissza, adok-kapok meg amilyenek. És a kit mondja, hogy az óhajott parancs, találki ki bármit, én végrehajtom. Michael erre mondja, hogy végtelenül csodálom a szerénységedet. És erre a kit, ugye, a, szeré a szerénységi elki jelenség, én tényekkel dolgozom. Igen. Annyira jók ezek, tehát, hogy... Hát ez az, amit mondtam az imént, hogy, hogy valahogy itt, itt most, és szóval, hogy én nem azt érzem, hogy visszahúzza a földre a kitet, a Michael, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmaztad meg, uh -huh. hanem, hogy szóval, hogy ez egy, most a sorozat szempontjából ez egy ez egy korszakalkotó ö, mesterséges intelligencia egy autóba építve, és gyakorlatilag bármire képes. Tehát, hogy innentől kezdve, és, és, és a munka nehezét is ő csinálja, nem a Michael, tehát, hogy Michael akkor csinál valamit, ha ki kell szállni a kocsiból, de ebben a sorozatban nem sűrűn szállnak ki a kocsiból, tehát, hogy valahogy, Valahogy. De, úgy de tűnik, így kiszállni hogy... azért, szóval. Igen, szóval, hogy inkább inkább túlságosan, nyilván, ha ez egy mai sorozat lenne, biztos jobban ki lehetne de szerintem. Michaelnek túlságosan háromdimenziós a gondolkodása, akit nem tudom, négydimenziós gondolkodása az képest, és ez nyilvánvaló, hogy frusztrálja a szerencsétlen robotot. Robotot? Hogy mondhatsz ilyet? Na jó, vigyük tovább akkor a történetet. Ugye jön a, a, beépített csicska, akiről mindig nem tudunk kicsoda, aki leszipkázta a benzint. Ugye most kitet szeretné megbuherálni, de hát ugye először szeretné a motorházat felfeszíteni, ez nem sikerül, aztán az ajtót felfeszíteni, ez a gyönyörű alumínium lemez, ami egyébként hát úgy gondoltak, hogy egy feszítővel, de annyira látszott, hogy ez egy puha alumínium lemez. nem siker az ajtót felfeszíteni, majd befekszik alá, és akkor ugye, hogy próbál valami csavartot kicsavarni, egy itt előre-hátra gurul, aztán szépen elzavarja, hogy... Csak a szokásos, nem igen, sikerül. Igen. De, de, várjál, ez, ez csak, a szoka, csak az, hogy a csávó az így tök rezignáltan vette tudomásom, amikor elmesélte a főnöknek, hogy hát, hogy az az autó az ilyen különleges, nem is, tehát semmi nem történt volna. Tehát, hogy ember, az az autó, az Azért gurult magától is beszélt hozzá ne, valaki. Ne, nem meri elmondani, hogy mi történt, mert annyira szürreálisnak érezte, hogy igazából ráengedte a kerekeket. Há, igen. Én inkább úgy gondolom ezt, hogy ebben a Night Rider világában olyan, mintha a Family guy egy beszélő kutya. Tehát, hogy a Family Aha. guy találunk, találunk még egy beszélő kutyát, mint a Brian, akkor nem feltűnő, a még akkor sem, ha a kutyák, benne lévő kutyák általában nem beszélnek. Csak a gyerekek a a csodálkozhatnak is... rá a kitre akkor. Aha. De a gyerekek is inkább csak ilyen menőségből, tehát senki, vagy nagyon ritka az szerintem, ahol, ahol és ez egyébként akár él, életszerű is lehet, ahol erre így különösebben. Tehát, hogy ebben, ez ugyanaz, de a szellemírtókban nem lepődünk meg, hogy vannak Jú, Igaz, elvenek. valóban a gyerekek se úgy reagálnak, mint hogy mi reagálnánk, igazad van. Mert hogy mi így, így padlót fognánk, ők meg csak úgy menő. Mire azt kérdezik, hogy mi van, hülye vagy ilyen nincs. Jó, igazad van. Én Bocsána, ezt így, de így, jogos. Így, vagy legalábbis én ezt így szeretem értelmezni, mert egy kicsit kerekebb a Night Rider egyébként így nagyon sok helyen Lukas története. Hát, ez, a, ez, a történet kimondott a Lukas volt amúgy Mert hogy ez nincs ez is történet talán, Mincs. nem az a baj. Most itt, ami nincs az nyomozás, a nincs pont semmi. Pont azt, pont azt gondoltam gondolkodtam rajta, hogy igazából ez nem is, nem is igazi történet, mert itt pont a kaszkadőrök, az volt a, az volt a, lényeg, hogy készüljön egy olyan műsor, ami viszonylag olcsó, hát mi az, az mi a, ami viszonylag olcsó, ha, minden, ha azok a kaszkadőrök, akik egyébként is dolgoznak a sónak, azok itt összedobnak egy kaszkadőr tulajdonképpen. Szóval én azt gondolom ebben, hogy, hogy hogy, hogy, talán ezért is gondoljuk, hogy nincs cselekmény, amellett, hogy valójában is nem volt cselekmény, de volt benne egy bomba. Hát hmm. bomba volt. Bomba volt. De az... Hol van még az a bomba? Érted 5 millió dollár meg bomba, szóval, hogy és és Michael Knight, tehát hogy ilyenek, nem tudom, nagy krimikben vannak. Na jó, de Michael fő attrakcióért nem, nem is akarsz beszélni, ugye, amivel ő ugye... Rögt, tehát, hogy arról az egészről nem akarok de, beszélni. Igen, csak hogy, csak hogy a hallgatók egy csak hogy miért mondjuk, hogy nincs sztori. Tehát felveszik Michael gyakorlatilag arra, hogy kettőt farol. Utána rögtön ott van, és utána másnap, ő már közli, hogy akkor a fő attrakciót átvállalja szemitől, ami nem más, mint hogy átrepülni két mozgó jármű Azt ő találja ki. Ami szerintem semmiféle. És se látok benne, de azt a jó Isten se tudja megcsinálni, de maximum csak ő, és akkor is, hogyha nagyon jó napja van. Egy irányba mennek, tehát még mozognak is. Ez volt így az extra. Tök egyszerű, azért nem tudják megcsinálni, mert azok az autók nem alkalmasak erre. Állítólag valaki megtudta. Hát nagy, böszöm, nagy autók, tipikus, széles, amerikai Tök nehéz. autók. Tök Igen, nehéz. Szóval értem én, hogy ezek így ki vannak belezve meg minden, de hogy valójában nem, szóval, ne, inkább egy master track show, komolyan. És azt, és az, hogy akkor ő azt mondja, közli, hogy ez lesz a fő attrakció, és személy gyakorlatilag ő, bármilyen egyeztetés, vagy teszt, vagy, vagy bizé nélkül rábolint hogy oké, okay. és rögtön éles. Tehát Fölragazgatja a csillagokat a kitre, az is egy fantasztikus beszélgetés, hogy akit próbálja megérteni, hogy mire jók ezek a csillagok, hogy ettől nekem jobb lesz a teljesítményem nem, akkor mire? Tehát ezek ilyen cuki beszélgetések, talán ezek, amíg életben tartják ezt a részt. De az, hogy tényleg közli, hogy akkor ő átrepül, és jó, akkor élesbe rögtön nyomod. Mi ez? Nekem ez volt az, amit így utaltam az elején, hogy ez az amerikai ideál olyan szempontból, hogy oda megy egy random eh, tag, nevezzük, Michaelnek, Kellő egóval, hogy már ami. hogy bemondásra elfogadják? Hogy bemondásra elfogadják, igen, mert hogy itt megjelenik abba a kis szexi dresszében azzal a nyakendővel, ami ott van rajta, egy fekete kezes lábasban, és már a bemutatkozásnál, amikor megcsinálja azt a két tolatást, megfordulást, megel, és azt a ajtóbecsapást per pördülést, tehát itt táncos legyen, aki a talpán, aki azt Ugye, így leutálja. Azért, ahogy kiszáll, azért, mert Ádám leszólt, hogy kiszáll az autóba, ahogy kiszáll ebben, Ádám, de igaza van. Tehát így kiszállni, Magabiztos, Michael, hát gondoljatok csak bele, hogy ott amikor először találkozik szemivel, ott megy mellette, hogy így szokott, nem is ismerik egymást, kiderül, hát rögtön kiderül, hogy nem ismerik egymást. É, és, Most, hogy ráztad magad, a, My, a, a, a Michael Jackson ott eszembe és és, 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 közben érted, a Szemi úgy beszél vele, mintha régi cimborák lennének, kb. ez a, ez a jaj, hát igen, és még a feleségemnek sem áll föl, szóval, hogy én mindent megoszt vele, minden ilyen belső titkot tulajdonképpen a, vagy, vagy... Majd... Mert beszívkázta az a millió, amit a Dani mondott. Hmm, tehát egy három kérdés után, mert olyan maga biztosan ment oda, már kiszedett minden infót, és utána észheztél az emberünk, ugyanúgy, ahogy a lánya meg a személy is, hogy egyébként te meg mégis ki vagy. Tehát így... A szexuális ragadozók megirigyelhetnék amúgy, amit, amit a Michael, ahogy be tudja édesgetni magát. Még szerencse, hogy olyan jó oldalon áll. Hát a résznek a gyakorlatilag a háromnegyedénél három for fogalmazott meg szemében egyetlen kérdés, itt voltak éppen ki a fene vagy, és mi a tökömet keresel itt? Erre persze választ nem kap, de ez most mindegy. Ami viszont egy ilyen jelenet, de szerintem meg kell említeni, vagy én mindenképp szeretném megemlíteni, amikor ott a Devonnal várja, hogy beszéljen a Devonnal, és a Devon közben valami miniszterelnökkel beszél, és nézi az óráját, és látja, hogy ott van egy ilyen klasszikus, szép, gyönyörű óra, ami meg késik, és így beállítja az óráját. Ugye az ő órájához mértem, mert az ő órája nem késhet, hiszen az. kit nem tud késni? Igen, tehát, hogy az ilyen csodakat. Greenwich azt az kitről szinkronizálták fel. Na jó, igen, szóval figyeljetek, nem sok van már a műsorban, menjünk így a végkifejlet jó, fele. Tudjuk, tudjuk meg azt, hogy gyakorlatilag ugye van -e egy beépített ember, az a bizonyos Mário Lutenzo, aki csapja a szelet egyébként szemi lányának, ugye ő volt az, aki a benzint leszipkázta, ő volt az, aki megpróbálta felpeszíteni kitet, és hát ugye aztán kit a gumit, és hát itt elég komoly fenyegetést kap, mert ugye öhöm, ez a Gordonnak ugye ez a főnöke, ez a Blake, ugye nem hajlandó senkivel tárgyalni, de Michael-t megpróbálják ugye bevenni ebbe, hogy akkor nagyon-nagyon sok pénzért legyen dolgozó náluk, de Michael ugye hajtatlanul csak a főnökkel akar tárgyalni, de hát ugye Blake nem hajlandó senkivel, és ezért hát nincs más választása velem, nem, ha nem hajlandó az én Gordon nevű. És rázza magát itt az Ádám. De, de hát, hát így é, megy, te, Michael, nem, így te, te, tehát, megy. Kedves így. Tehát kedves hallgatók, tehát itt itt, azt mondja nekünk, mm. hogy siessünk a sztorival. Én próbálom összefoglalni, hogy ha már, ha már vagy olyan kedves, és hallgatsz mint hogy érts, hogy mi a fenéről beszélünk. És ez a, a, és, és ez a tirpák állat meg itt szemben rázza magát, és az egész tehát szürreális a szituáció, és az ember maradjon a szerepben. De azonosul a főszereplővel. Szóval Ádám a főszereplő, na mindegy, tehát hol tartottunk. A lényeg az, hogy akkor a lényeg az, hogy Michael-t meg kell ölni, mert hogyha nem hajlandó a Gordonnal, vagyis a csicskával tárgyalni, akkor nem tárgyal senkivel, akkor el kell tenni itt mondtam, hogy ez azért gyilkosság való. Azt ajánlja neki goldukát, hogy ö, ö, ötször ennyit keres, vagy húszszor ennyit keres majd, mint Igen. Itt. Mint micsoda? Ők egy nagyon jó helyet fogtattak, amit mi nem ismerünk. Vagy... Igen. Igen, ilyen ugribugriként, aki tud tolatni az autó. Jó, oké, okay, oké. Okay. meg csak... így, tud kisz... Várja, így, így tud kiszállni. Tehát lehet, hogy egy autószalomba <laughs> kiszálló embernek. Mert te tudod, hogy itt a mike van szó, de ők abban indultak ki, hogy ez csak egy egyszerű csávó, akit pénzért meg lehet venni. És azt mondják neki, hogy baromi sok pénzt kapsz, akkor... akkor neki tök mindegy, hogy mi történik. Jó, azért gondolhatták, hogy kellőképpen elkeseredett, hiszen egy olyan autó kaszkadőr csapathoz ment oda, ami a csőd szélén állt, és nem tudja felújítani a lelátójának egy részét. Tehát így hát meg alig van néző meg je. alig van néző pontosan tehát tehát a, így... mert úgy, úgy arról volt szó hogy fel akar újítani de közben ahol lehetett volna néző ott sem nagyon voltak annyira tehát, uh -huh. oda nem jutott a fillerből de... na mindegy szóval meg kéne ölni Michael-t, ugye bár itt tartunk, és ugye Gordon, ez ezt szeretem egyébként ebben a, a filmben, akkor mindig mindig van valakinek egy csicskája, aki leadja. Tehát Blake megmondja a Gordonnak, hogy intézd el, vagy tipli van, és utána a be van szarva, és akkor utána jön a Gordon, aki meg akkor be, be, az becsicskítja az... Tudod Na. miért? Mert megy, megy az idővel a részben, amikor ja. az egyik a másiknak elmondja ilyen izé, sötétbe ülve az autóba és hasonló. Mário, igen, szegény Mário-t hogy ha nem csinálod, meg kapsz te is meglepít a tankodba, meg fölrobbantjuk a dolgokat. És ettől nekünk nézőknek úgy tűnik, mintha ez valami nagyon nagy mahináció lenne, holott valójában nem. Vagy nem az? A szokásos, iszonyatosan nagy üzletházi épületet látjuk bevágásnak, amikor megjelenik, ugye a... Ö, egy random ablakban van. Hogy is fogalmazok, főkutya, mert a topdagot azért le kellett főkutyának fordítani, azért nem nem tudom, nekem annyira furom magyarul ez a slang. Hát mi, hát jó, hát a dolg az... Na hát minden esetre már úgy van vele, hogy akkor ő nem akar meghalni, ezért most már jó, most már jó lesz, igen, és ezért bebogyózza Michael-t ugye valami kis védőitalba, belecsempész neki valami szép tablettát, és a nagy főszám előtt, az attrakció előtt, ugye, ami nem más, mint ugye átugratni az égő karikán, amit ugye, a, ja, nem, nem az égő karikán, hanem a, 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 a mozgó járművek fölötti átugratás, ugye ez a Michael attrakciója, és hát ugye beveszi a bogyót, beül a kis csillogós felszerelésébe, a csillagokkal összepimpelt kitbe, és hát Michael amint beül rögtön elkezd bekómálni, és szépen be is alszik, de kit megoldja, ugye megint Hale tud a turbo boost, tehát megint megoldjuk, és aztán ugye jön az oxigén vent, mert hogy amint be, befarolnak, ugye kit oxigént, és akkor az oxigén az így hogy is ketingésre. mondják? Hitchcock törvény, megjelenik egy fegyver, akkor az el is fog sülni. Tehát, hogy egy kicsit ez a kapott... Ez a sztori akkor is fajék egyszerűségű volt. Mert hogy gyakorlatilag ugye, amikor Michael ugye kiózanodik az oxigéntől, ez 5 másodperc neki elég, akkor kapásból rájön, hogy Mário volt a csicska, és ezért hogy elkapja Máriót, és a közönség meg azt hiszi, hogy ez az attrakció része, hogy ott kergeti autóval. Vagy bármilyen másik sorozatban vagy filmben lennénk, kiszállna az autóból, futna utána, leteríteni, elkapnál elkapná, mondjuk megbilincselni. Itt nem, ez a Night Rider, tehát oda kell nyomni autóval a a falhoz, bár a falhoz igen. Igen, már most a Márió ugye nagyon elmondja rögtön, hogy bomba van a tribün alatt, én én, és az Gordon épp rakja le most. Én feltélem a kérdést, hogy ez a Gordon csávó, ez itt szabadon járkálhat itt mindig? Tehát ő mindig ott van, bombákat rakosgat be, tehát ez, ez milyen hely egyébként? Hát ahogy láttuk egyébként, ott volt hat vagy hét munkás minden jelenetnél, amikor még az elején beszélgettek és söprögették a tribünt, Kivétel, ott van az a lezárt hely, ami tiszta szemét, és egyszer csak az úgy... Mordor, simán... oda nem lehet menni. Igen, de így údisten, <laughs> sötétség nem szabad fel. És oda... De Gordon bátor is oda megy. Igen, tehát ez, ez, ez szürreális volt nekem, hogy simán bemegy oda egy random néző, és lerak egy bombát. Egy ilyen klasszikus, az a három darab szivar összecsomagolva egy órával rajta, és akkor az a bomba... <laughs> és akkor gyorsan ugye őt is elkapja autóval, ahogy Ádám mondta, hogy itt sem szállunk, ja, mi hanem nem is valahol nem? És akkor mindjárt robban a bomba, ezért Michael Kittel baromi gyorsan rátolat arra a bombára, ami nagyon nagyot robban, de Kitt felfogja ezt a robbanást. És Michael é. arccal, kicsi flagmarándulással konstatálja, hogy valami történt, és ezt követően az alfa körnek semmi baja nem lesz, hiszen a csomagtartó alatt robbant föl, ahol vontatni is kéne. És hát nem vontatott. Igen csak a kifúfogó az, ami majd ezt bizonyítja, hogy történt bármi. Igen, tehát ezeket egy ez szürreális, hogy egy ekarát robban valami, ami amúgy a tribűn felrobbantotta volna, de ki fölé, így fél is réhen a seggével és akkor gyakorlatilag a robbanás felfogja, egy picit megmozdulnak a dobozok, és csak egy dukas kipufogó lesz, amit, de, amit Bonnie úgy állapított meg amúgy szinte, hogy, hogy az autóból kiszállva egy lapos csavarhúzóval a kezében. <laughs> ezeket úgy szerintem, ezeket a, ezeket a mesterkét Tehát kitnek a belső terében, biztos vagyok benne, hogy ekkora nagy böszme lapos csavarok állnak ki, amiket lehet ott húzogatni. Hát, vagy ez <laughs> egy univerzális és speciális csavarhúzó. Amin... Nem, az egy lapos csavarhúzó volt, direkt Há... megnéztem. Egy szép piros nyelű jó hosszú, ilyen villanyszerű, csak nem volt szigetelve. Na mindegy, de hogy a, a sztorinak legyen vége, a Michael ugye meglátogatja a mi fő kutyánkat, ezt a bléket abban a hatalmas irodaházban, és ott eljátsza a bazári majmot, hogy hát még meg akartál öletni, ez nem volt szép, úgyhogy beszéljünk a pénzről. És akkor ugye hülyére veszi az emberünket, vallomás csikar ki belőle, még látványosan az óráját is fel is mutatja, amikor várja a csúcsszavakat, és akkor Kit ugye az órán keresztül rögzíti ezt a vallomást, hogy bizonyíten én voltam a rossz arcú. És hál' Istennek vége lett a résznek. Hát annyi, még igen, hogy Kit és Michael viszont visszamennek parádézni, mert Kit teljesen rápörgött a sztorira. Tehát, hogy ne, ne, nem oldott, ugye nem oldottuk meg az ügyet olyan szempontból, hogy ez ügy meg van oldva, de most három hétig, amíg szemi felépül, addig a jogért és igazságít alapítvány le van ejtve, mert Michael is kit mennek bazári majmozni a szeméhez. Hát Michael ismét Szabira megy most úgy, ahogy az előző részeknél láttuk, mert most volt ez az első kvázi vagy második rendes küldetése. Amire ugye... Mármint mi az, hogy rendes küldetése? Hát hát ez se volt olyan. Hát úgy rendes, hogy amire a Devon mondta, hogy akkor neked most el kell menni és ezt csinálni. Tehát nem Szabira indult, hanem úgy célzottan beépült. A Daninak igaza van, mert a, halálos manőverekben ott ő kereste magának a bajt, ugye azzal, hogy a csajjal ugye A kisváros nagy bajbanban van, ugye ott volt Szabin, és most meg ez, ez volt az első meló, amit a Devon szerzett neki, amit látunk. Ja. Marad bennetek valami ebből a csodálatos részből, amit így nem prezentáltatok a kedves hallgatók elég. Nekem a végéről egy olyan megnyilvánulása Michaelnak, ami szerintem zseniális. Mivel én jövíthatatlan vagyok, jobb lenne, ha őt programoznátok át. Tehát, hogy ez így, így, így annyira. Már megint jó... meg akarja úszni. Én ez hogy önmagában egy annyira jó poén a végén, hiszen Michael az, aki javíthatatlan, miközben kitett kell megjavítani azért, mert éppen elborult az agya, hogy trükköket csináljon. Áldozathibáztatás. De komolyan. Hát ez milyen ez a... Ja, hát én ilyen, nekem eljár a kezem. Ha azért feleségem beszól, nekem eljár a kezem. Tehát én javíthatatlan azért, vagyok. Bocsánat, azért, nem, azért a, nagyon... Nem, nem engem kell megjavítani, ő, ő, ő ne szóljon be. Nem, ez, nagyon, ez nagyon durva világban élünk, ha te párhuzamot vonsz, azért ez, ne, ez nagyon, ez, ez nagyon... Ez szerintem ilyen. Ez szerintem ilyen. Komolyan mondom, ez én szerintem azért, ilyen. Én azért megadom a, megadom a Night Rider készítőinek, hogy itt azért nem ez volt az üzenet lényege. Biztos, hanem hogy nem. 1982-ben. Én, azt mondja, csak, az csak az főzzel ég. a konyhába. 8082 van. Hát hol vannak már a 60-as évek? Mi az, hogy dolgozik? Dolgozik akar valgató, a nő? Ádám, megbo Ádám megbolondult <laughs> Ádám, Ádám, Ádám Ádám, Ádámnak valami beázott, nem működik kész. El Elromlott az Alfa <laughs> Igen, valószínűleg Ádám is vontatott ma, és az Alfa áramköre megsérült, meg a kipufogója is. Én el is megyek Bonival. Oh. <laughs> és el előtte még elmondom nektek, hogy új részen legközelebb augusztus 14-én szerdán érkezünk tartsatok akkor is velünk. Munkatársaim nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, hogy ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.